Amióta kiderült, hogy a rezsicsökkentési rendszer az áram és a gáz vonatkozásában változik, próbált az önkormányzat kidolgozni egy támogatási rendszert. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a tervezetet az augusztus 18-ai közgyűlésen nyújtják majd be. A székesfehérvári veszélyhelyzeti lakásfenntartás segítő települési támogatási program, amit szándékaink szerint elindít az önkormányzat, három területre terjed ki. A tűzifára, az áramra és a gázra. Ugye ez az a három terület, ahol a változások ezeket a területeket érintik, ugye a villanyt és a gázt érinti. Heteken belül megtudjuk azt, hogy kik azok a fogyasztók, akik az átlagfogyasztás felett fogyasztanak, ezáltal ott már egy emelt díjat kell fizetniük. A polgármester hozzátette, a tűzifánál azt tapasztalták, hogy a kereslet miatt hiány alakult ki, és ez áremelkedést okozott, ezért vonták be a programba. A támogatottak körébe az egyedül élő nyugdíjasok, gyermekét gyermekeit egyedül nevelő szülők és a legalább 4 gyermekes nagycsaládok tartoznak. Az önkormányzat számukra pénzbeli támogatást nyújt. Fontos tehát, hogy korábbi bejelentéssel ellentétben nem a szolgáltatónak fogjuk ezt kifizetni, mert azt láttuk, hogy adminisztrációsan nem lehetne megoldani, hiszen mi erről nem adattal nem rendelkezünk, hanem a jogosult fogja megkapni közvetlen pénzben, pénzbeli támogatásként ezt a járandóságot. Mit is jelent ez mértékét tekintve? Villany esetében a számla összege legfeljebb 5000 forint per hó. Fontos, hogy ezt ugye mindig a támogatott rész fölötti, tehát az átlagfogyasztás fölötti rezsiszámla rész esetében adunk. A gáz esetében legfeljebb 15000 forint per hó, a tűzifa esetében 75000 forint egy évre a támogatás mértéke. A támogatás 6 hónapra adható, szeptember 1-től február 28-áig. A támogatási programot az idei költségvetésből finanszírozza az önkormányzat saját forrásból és a menekült számlán szereplő összegek átcsoportosításából, amely most 13 millió forintot jelent. A rezsi támogatási program becsült összege 100-200 millió forint. A benyújtandó kérelemről további tájékoztatás később várható.